És üdvözlök mindenkit, ez itt a Mondókon Live Invitational 2. Mégpedig replayekből fogunk vetíteni nektek. Üdvözlök mindenkit, én pedig újra itt Darci mellett SkyMouse vagyok. Igen, itt van velem SkyMouse is, én pedig Darcin vagyok. Elkezdjük? Hát már indítom. Megállítom egy pillanatra majd. Állítsad meg, hogy egyszerre indulhassunk, hogy tökéletesen szinkronba lehessünk egymással. Bizony. Na. Na, hát akkor... Mehet. Hát számoljál vissza. 3, 2, 1, mehet. Na, akkor induljon. Szóval akkor, kedves Darci, mutasd be a két ellenfelet. Bal alsó sarokban láthatjuk NFT Mátét. Jobb felső sarokban Bluarg Uarg néven Thanosaurus-t, egy sajnálatos rage-elés közben változtatta meg a nevét Thanosaurus Bluarg-Uargra. Egyébként ez szerintem leütögette a billentyűzetet is, köbben ebből tudta megalkotni ezt a szupernevet, mert lehet. Ilyen nevet valaki nem tud csak úgy saját fantáziadúsan így megalkotni, szóval egy saját fantáziából ilyet kiötleni, az már tehetség. Szóval arra azt mondom, annak olyan művészi vénája van, hogy ez menjen el, nem tudom, Olaszországból festőnek, vagy nem. De már nem is tudok már milyen helyet mondani. Olaszország szerintem a legmegfelelőbb erre a célra. Művészi vénádat kiélhessed. Na. Hát igen, elképzelhető. Na nézzük viszont ugye PVT. Az egyik legérdekesebb meccsnek bizonyult a Bridge Máté mérkőzésem mellett, hisz hát még azért a Máté vs. Geo is, de arról majd később esett szó. Szóval a mai összefoglalóban úgymond, akkor beszéljük, hogy a mai összefoglalóban ez az egyik legérdekesebb meccs, hisz Thanosaurus magyar ranglistán eléggé előáll, jól tudom, akár a legtöbb top 3-ban is benne van tudomásom szerint. És hát ugye a srác nagyon iszonyat jó játékos, ambiciózus, és tele van nagyon sok új ötlettel. Igen, és ráadásul a legtöbben őre szavaztak, ugyanis volt kint a StarCraft 2.hu-n egy ilyen szavazódoboz, hogy kik itt a legesélyesebbnek, és több mint 800 szavazat érkezett be, és ennek az egyharmada az bizony Thanosaurus-ra voksolt, ami nagyon érdekes. Na most még nem mondunk eredményt, hogy ez mennyi lett ennek a mérkőzésnek, hisz azért jöttetek, hogy megnézzétek. Na de, térjünk vissza akkor a mérkőzésre. Hát ugye Thanosaurusnál tipikus, ahogy szoktam mondani, hogy kint is mondtam Mondokonon, ugye nagyon köszönöm, akik kint voltak és hallgatták a ottani kinti közvetítésemet, és köszönöm szépen még egyszer neked Darcin, illetve Dexinek is, hogy ott kameramenekedett mellettem, és kisegítette a munkámat. Viszont ugye, amit visszatérve, ugye kinti mérkőzésen ugye nagyon érdekes volt. Ugye ott is ugye mondtam, hogy ez a standard terrányítás van, amit ugye láthatunk nála, ugye tipikusan ugye supply, majd a barak. Viszont egy érdekesség, hogy itt az addon, amit rátett ugye a barakra, az ugye egy reaktor volt, ugye, amiből dupla marin tud egyszerre kihozni. Illetve hát, amit majd érdekességképpen látunk, amit alul kezd elkészülni egy barak, egy proxy igen, barak, igen. Ami a hátsó mineral line-hoz megy, ugye az Express. Érdekes, érdekes ez a nyitás, ez általában ilyen nagyon cheesy taktikára utal, egy ilyen eldugott barak, hisz nem fele, Máté nem fedezte föl, nem látta, így már ezzel előnyben van eléggé csúnyán ugye Damno, és Máté meg abból leszületi mondjuk, hogy mit tudom én, egy reaktoros barakot csinál, az nem azt jelenti, hogy éppenséggel valami fú, de nagyon gyors taktikára akar menni, szimplán arra gyorsan ki akar hozni marinokat, gyors egy fast expandet akar elkészíteni, és hát utána pedig nyugodtan elmegy valami tekre, úgyhogy ezt egyértelműen mondhatjuk azt, hogy Máté ilyenkor nem mondhatta azt magába, hogy fú, biztos, hogy egy cheesy játék lesz. Egyáltalán nem számítatott erre, úgyhogy nyugodtan ki is expandolt, nyugodt szíven megtette ezt, ki expandolt. Igen, viszont hát pedig nyugodtan terített. Konkasszív sárfejlesztéses marauderes barakot láthatunk azon a mineral line mögött, amit elbújtatott Damno. És ez már indul is meg 5 merinnel. Hát tökéletes is, ezt mondom, hogy ez nagyon izzasztó lesz Máténak. Így van, hisz a marauder a lassításával nagyon szépen ki tudja kájtolni ugye ezzel autokat. Még emellett ugye a marinok ugye ott vannak nagyobb sebzésnek, ugye főleg és a stalkerek, így lett a marinokat. Olyajaj! Robot ellövi. De legalább megvan egy marauder. Mármint spottolta. Így van, hát most mindenképpen rájött arra, hogy itt valami furfangosság készül Damno részéről, hisz marauder, meg előbb csak reaktoros marinokat látott. Érdekes, érdekes tényleg.
Itt láthatjuk a bunkerást, és Máté még nem vette észre sajnos. Természetesen is nem tud semmivel deríteni. Jelenleg is fast expendelt, innentől kezdve nem tud mit. Pontosabban nem tudsz ilyenkor protoszként, ilyenkor nem tudsz mit csinálni, ilyenkor vagy azt csinálod, hogy rögtön levarpolsz ültöket, és ilyenkor jó is tette Mátész. Tipikusan 3G-t-fél nyitást alkalmazott protoszként, és most jön ugye a nagy fröccs, ugye nagy baj, hisz megérkeznek itt a Marauderek és a Marinok, és ebben a új ez a Force Field, ez talán nem volt egy egészséges dolog, és itt nagyon elkezdték szedni ugye az expandot, és itt nagyon nagy problémát okoz az, hogy az expandot leszik onnantól kezdve előnybe került Damosaurus, hisz neki nem mínusz 400 minerálba került az egység legyártás, viszont nagyon szép az a Force Field, le tudod szedni egészen pontosan két darab Marin, jönnek itt a segítő SCV-k is, ott a bunker, ami ugye letétele után, elkészülése után be tudja dobni a Maraudereket, viszont Máté szépen húzza folyamatosan hátra a sereget, és ezáltal le tud még idézni pár ütőt, ami pontosabban két darab Zealot, és Marauderekkel jól májkozik, szépen ott van a topon Damnosaurus, előre küldi ugye kájtolni ugye a SCV-ket, folyamatosan ugye az SCV-ket csapkodja folyamatosan a Zealot, és húzza, Máté nagyon jól csinálja, egyébként fontos itt megjegyezni, hogy Máté azért csinálta egy tökéletes a dolgokat, mert folyamatosan húzta, és a Stalkerek épségét megőrizte, és Stalker nélkül ő meghalt volna konkrétan. És be is ugranak, ugye az a plusz egyes range van ugye a bunker, a Marauderek így 7-es range-ük lesz, viszont ugye azt nem tudja javítani, hisz megölte előbb az SCV-ket, ezáltal nem tudja riperelni azokat azt a bunkert, viszont azért akkora nagy damage-et be tudott vinni azoknak a protoss unitoknak, és közben leszedi az összes unitot, visszaveri Máté, itt volt egy szép nagy taps, emlékszem mondokon, az első nagy taps Máténak szólt, hisz vissza tudta verni ezt az elég kemény támadást, ami hiba Damnónál, hogy ezt a taps Máténak. Damno, hogyha már rollinezik, akkor húzhatta volna az egész mineral lányát, mint minden SCV-ét húzhatta volna. Hát egyrészt okay. Az, másrészt pedig ugye itt salvage-eli vissza azt a bunkert, de nem értem, miért nem ugrott vissza, amikor visszafelé éppenséggel vándorolt, nyugodtan belvihette volna, és még több damage-et tudott volna okozni. Innentől kezdve pedig ő már tudta, hogy nagy problémája van, itt ugye kiexpandol, tehát ugye unit ügyileg eléggé rosszul és tudja, hogy az ellenfelének pedig az expandja már beindult, mert rajta voltak a próbok, amikor oda ment, és egyáltalán nem is húztak ki, csak pár darabot. Lehet, hogy te egy kicsit halk vagy a többieknek, bár nem vagyok benne biztos. Mindjárt megnézem. Kicsit altaboly nekik, kikérdezz meg, hogy mindenki elég hangos-e. Egyébként kérdezik, hol marad a néppanel, úgyhogy... Néppanel? Nem látszódik? Nem látszódik a néppanel, amit kitadtál az út a néppanel. Viszont azért visszatérve, amíg állítottad azt a dolgot. Ugye Damnonál készülődik egyébként ugye egy darab plusz barak, illetve egy darab factory. Tipikus terán, ugye jönnek ugye majd a medivekek, majd utána ugye tipikusan a Mari Marauder sereg kompozíció, ugye itt lényeg, hogy arra törekedjünk mindig, hogyha nagyon azt látjuk a ellenfelünknél, hogy például nagyon mit kolóra megy, akkor megpróbálj, ne nagyon hozzunk sok marint. Ne nagyon hozzunk, mert elég ugye lightwindnek számít, és ezáltal elnézés közben, ezáltal a kolosszus eléggé nagy sebzést csinál. Közben nincs néppanel, most teszik be a néppanelt, nem kell megijedni, majd mindjárt be fogja állítani. Nem kell ezért öten rám írni. De van scoreboard, én azt belőttem, elvileg annak látszódnia kéne. De akkor ezek szerint nem látszódik. Mert akkor betolom a namepanelt. Jó, mindegy. Szóval ugye visszatérve ugye játék... az emberek egy namepanel miatt, pedig régen nem is voltam, szóval... Na mindegy, most visszatérve ugye Máté ebben a helyzetben ugye tökéletesen alkalmazza azt a szituációs ugye megoldó készségét, hogy visszahozta azt a pulst, szét tudta, hogy ki megért pár SCV-jét, a bunkere is elhullottak Damnónak, és tudja, hogy neki kötelezően ki kell expandolni. Így most ilyenkor két dolgot tud tenni, vagy egy nagyobb sereget összegyűlt, vagy expandol. És ő inkább úgy dönt, hogy expandol, és ezzel tökéletesen jól csinál, és tökéletesen jól dolgozza fel a helyzetet, hisz ezáltal tudja, hogy neki ugye egyáltalán neki inkább plusza van Damnóhoz képest, tudja, hogy nagyobb a serege, és tudja, hogy ha elkezd tekkelni, illetve kiexpandol, ő már nyert ugye lesz, hisz neki ezáltal plusz egy expandol többje van, nagyobb lesz az inkább, mert több unitot tud kitermelni, több gateway tud letenni, amiből több unitot tud idézni. Egy szóval neki iszonyat nagy előnye lesz, ugye. És itt közben érkezik itt egy SCV deríteni ezt a, hogy itt a ugye a harmadik base elkezd épülni, és de le is teszi nyugodtan azt az SCV-t, látja, hogy Máté elhúzta arra a próbját, nem csinál semmit, úgyhogy valószínűleg itt talán nem is lesz expand, de majd meglátjuk, viszont megy oda egy darab stalker, ami meg fogja ölni valószínűleg azt a patrólozó SCV-t, és hát Damno nem is akarja elhúzni onnét azt az SCV-t, inkább hagyja ott, hogy szegélyen. Gyorsabb voltam akkor, mint te. Nem baj. Akkor picit belepörgetek. Mennyinél tartasz, mondj egy időpontot?
12-40. Jó, most már én is ott tartok. Ja, itt bal oldalt is van timer, jó van. Két oldalas timer van. Na, ja. És ugye közben egyébként, ha megnézzük ugye Máténak a BZ-t, ugye ott áll 4 darab Stalker, illetve 1 darab Zeot, ugye azért mind a védekezés szolgálja. És ami érdekesség, ugye, hogy a Colossus és a Robotics Bay mellett ugye letevődött egy Templar Archive, ami ugye arra szolgál, hogy egy High Templarokat tud kihozni belőle, meg tud idézni High Templarokat, viszont ami érdekesség, hogy ide indult el egy prób, és le fogja ide tenni majd azt a pylon, hátsó BZ-hez, és Damno pedig úgy gondolja, hogy ezzel egy darab medivekkel el fog indulni támadni. Az egy medivek, az a legnagyobb probléma az egy medivekkel, hogy nagyon sok HP-t nem tud kipumpálni, és így a marauderek azért iszonyat nagy sebzést tudnak kapni. Igen, inkább drop-ra való még. És ugye egyébként Máté nagyon jól csinálta, nagyon szépen osztotta szét a seregét, hisz tudja az, hogy droppok miatt ugye félnie kell, hisz Terran ellen játszik, és azért Damna egy nagyon jó játékos, tapasztalat és vérróka ebbe a játékba, így eléggé sokat szokott droppolni, és biztos néz a tripleket, és összeszedi ugye a seregét, látta, hogy éppenséggel beszkenneltek, és tudta, hogy ilyenkor általában, ha valaki szkennel, akkor általában vagy támadni akar, vagy csak inkább felderíteni azt, hogy ugye milyen unit kompozíciója van ugye az ellenfelének. De hát ugye ő látta itt a próbja segítségével itt a Szellag a távernél, hogy itt elindult Damnosaurus, úgyhogy tudta, hogy össze kell gyűjteni a seregét. Közben egyébként jönnek ugye a High Templárok, nem tudom, az a Kolosszusnál is ott táncol egyébként? Az egy kicsit vicces. Fent ott a rámpánál kicsit elkezdett táncolni, nem táncolt valamiért. Melyik rámpánál? Hát a kijövőnél, ahol kijön alapból a Kolosszus. Nem tudom, a Robotics veszik. Nem néztem. Na mindegy, nálam elkezdett valamiért táncolni, ott lehet, hogy csak nálam volt ez a kis bug. És talán most el fog indulni egy támadás, hogy a 15-16. Perc közelébe, hisz még a 15. perc 30. másodpercébe fog ez a támadás majd inkább elindulni. Ez egy jó elindított támadás, hisz Damno még csak most húzta fel az XP-t, most tölti fel teljes mértékben XCV-kkel, ezért a nagyon sok pénzt költött arra, hogy ugye az expandra, plusz ugye a Planetary Fortress-e, és még pluszban ugye arra költötte sok pénzt, hogy ugye kifejlesz-e, feltámadja az expandot, és közben egy nagy támadás itt középen. Nagyon szép, és stimmel el kell menekülnie. El kell menekülnie, és ugye a High Templar elején láttuk, hogy ezt iszonyat jól megtalálta az a High Templar, jó volt, ugye oda dobta ugye a Psionic Stormot, és ezzel az egész sereget lesebezte konkrétan, sárgára, pirosra és narancssárgára sebezte a Terran seregét. Így nagyon nem lehet azt mondani, hogy ugye Damno jól érezhette magát, és egy újabb Psionic Storm érkezik meg közben nagyon a rámpot tetejéhez. Tapsot érdemel ez is. Ez is nagyon szép, folyamatosan szépen csinálja Máté. A leszeregeti ugye a vikingeket is ugye alakulnak át itt az arkot is, ugye mivel 1.33-as pecső beszélünk így, ugye plusz 1-jel nagyobb ugye a range az arkon, a biological alminak ugye sebez pluszba nagyokat és szépeket. Ugye az eregek ugye ezt nagyon csipázák, még egy gyönyörű force field ugye itt a bejövő rámpánál. És a maraudeket szépen sebzi folyamatosan, és bemegy ugye a főbézre. Nyugodt szívvel teszi ezt Máté, és innentől kezdve nincs megállás, innentől kezdve már a kijövő unitokat folyamatosan darálgatja majd le. Kirántja itt az összes SCV-t, ugye Damnosaurus, és a fenti bézén, ha nézzük ugye a fenti Damnosaurusnak a harmadik bézén, ugye oda a Planetary Fortress-hez érkeznek meg egy adag sereg, tehát ugye az meg fog halni, ugye a Planetary Fortress azért tud elég szépeket sebezni, ugye azoknak a Zeotoknak, meg a Stalkereknek, úgyhogy azt vissza is fogja verni. De hát elég sok mindent veszített ugye Damnosaurus, ha megnézzük ugye 85 vs 101, de ugye az Army Supply, megnézzük ugye a Control alval, ugye Army Supply 36 vs 31. Ez nem tűnik olyan nagynak, de hát ugye ha megnézzük, eléggé csúnyán be van szólítva Damnosaurus, és ebből majd ki kell jönnie valahogy neki. És Máté közben, nem tudom, hogy ki akar-e expandolni, hiszen nagyon felgyűlt a minerálja, és ahogy látom, így is van, el fog menni expandolni talán. Ez egy prób elindult oldalra, így is van, az oda expandolni fog, csak megáll valamiért, olyan egyébként Máté, aki oda kattint, és így nem tesz le semmit, hanem hogy egy helybe hagyja, aztán így rájön egyszer, csak ugye, mert ott fent ügyeskedik. És itt van a DT. Ami ugye átalakul a emlékszem még. De ez azon kevés pillanatok egyike volt, amikor én is tudtam nézni egy kicsit a meccset. Ó, ne szerenkedjél, végigni tudtad az összes nem meccset. Nem tudtam végignézni az összes meccset.
Bár na hát ugye itt közben egy szép, újabb szép Psionic Storm-it oldatottam el, hogy atya úristen, mennyi unitot, mennyi SCV esett el, és megint egy újabb Psionic Storm, szép. És ugye megint itt beszéltük azt, hogy ugye a medivaknak az a legnagyobb problémája, hogy ugye csak egy darab van belőle, és ezáltal nem tudja kihílálni azt a nagy sereget. Így mindig folyamatosan ugye zöldemire visszahílálni, hát az egy évszázad lenne. És ugye hát kihasználja a kolosszusoknak azt a plusz 2-es range-ét, ugye a 9-es range, és az szépen el tudja lövögetni, hogy a Planetary Fortress-ek egészen pontosan 6-os range-e van, így innentől kezdve nyugodt szívvel el tudja érni. Dannosaurus nem tud mit csinálni, konkrétan vagy rátámad, vagy nem tudom, ilyen esetben vagy all-in-ezni kell, vagy be-GG-zni, hisz itt már neki nem sok esélye van arra. Vagy elindulni, támadni egy merészet, húzni, és a másik oldalon elindulni, támadni. Viszont itt most rácsárzsolnak az autók ebben a pillanatban, ott a Psionic Storm, és ajajajajajaj, a Marauderek azok nagyon csúnyán steameltek, fölösleges voltak a steampek, és itt minden elhullik konkrétan Damnónál. Nagyon csúnyán, és itt már rá is küldi az összes SCV-t, már nem tud mit tenni, és erről beszéltem, hogy ez a két lehetőség volt. Damno ezt nagyon rosszul fogta meg egyébként ezt a lehetőséget, inkább el kellett volna talán oldalt támadni, és hagyni ezt a Planetary Fortress-t. Nagyon szép kép, ahogy ez így megállt. Zoomolj csak, az a robbanás, de szép. Tökéletes. Tökéletes, tehát ez egy tökéletes csata volt. Így van, hát ez konkrétan ugye összefoglalva a mérkőzést így nagy vonalakba, ugye Danon egy elején próbált egy olyan támadást csinálni, ami ugye úgymond egy cheesy támadás volt, ugye egy barakot, úgymond fogalmazhatjuk, hogy a proxy barakot tett ugye a expandjának a Millennial lánya mögé. Ezután ugye megpróbálta betámadni, Máté ezt jól fókuszálta le, folyamatosan húzta hátra a seregét, ezáltal nem tudta Damno lefókuszálni a stalkereket, és mivel a stalkerek életben maradtak, onnantól kezdve csak zalatokat kellett oda mellé levarpó, és ütni kellett már csak konkrétan, már csak ahogy volsok szokták mondani, úgyhogy le kellett nyúkolni őket, a maraudákat. Ami nagy hiba volt viszont ebben a csatában, hogy a visszafelé menet még nem ugrott bele abba az elkészült bunkerbe, amiben még azért tudott volna sebzést okozni azoknak a stalkereknek. Utána pedig már Mátének már csak egy egyszerű dolga volt, méghozzá az, hogy tekkeljen és beverje a Damnosaurus seregét. Azt mondom, egy kicsit előbb is be tudta volna szerintem venni Máté ellenben intulni. Fogjuk rá, hogy tökéletes volt így Mátének a reagálása. Damnak pedig bejött volna abban az esetben egyébként az a proxy barak, hogyha ha jobban odafigyel, és bunker, illetve az SCV-re jobban odafigyel, mert azt a 4 SCV-t a csúnyán elveszítette. Mm-hmm. Na, nem tudom, közel egyébként látom nálad egyébként ezt a scoreboardot. Mm? Pedig annó működött. Azzal próbálkozok. Na, most van. Ezt a transzparencit nem kellett volna bekapcsolnom. Most már látszódik. Jól van. Na, szuper. Na, akkor töltsd be a Crossfire, ugye, hisz a következő map, amin összecsaptak a srácok, az Crossfire volt. Aha, azt át is írom. Ez az, amit szerettünk volna még. Gondolkodom, csak elfelejtődött. Most is látszódik? Ah, biztos, hogy látszódik. Biztos vagyok benne. Na, akkor töltöm én is a következőt. Töltő, és egyszerre indítsuk el, nehogy valami probléma legyen. Csak várjál. A Crossfire, aha. A Crossfire ugye a következő map, a Crossfire közben addig, míg Darcin be nem tölt, ugye lényegesen el kell mondani, hogy ez az MLG-nek illetve, hát ugye ez már régóta ladder mapok között úgymond benne kellett volna lennie, de nem tették bele, nem tudom, pedig egyébként ez egy nem rossz pálya, ez már jól tudom, talán még beta óta is benne volt ez a map a játékba, szóval egy kicsit nem értem. Elindítod? 2-1, majd. Mert, szuper. Szóval akkor ugye újra zöld színekbe Mátét, ellenfelét pedig ugye Terán játékosként Damnosaurus látjuk, lila színekbe ugye purple színében láthatjuk Damnosaurus. Ugye visszatérve ugye a mapra. Ugye a mapnak ugye eléggé érdekességek, miközben itt, te is már bemutogatod itt, ugye, hogy itt van egy hátsó kő, amit ugye ha le tudnak verni, akkor könnyen ki lehet használni azt, hogy a mélyre is be lehet akár farolni. Azt mondja közben Dexi elnézés, közben Pixoff
Breakthrough StarCraft egy pályából alakították el. Tehát köszönöm szépen ezt a hasznos információt Lexinek. Egy újabb. Nekem ez egyébként egy jó információ, úgyhogy köszönöm szépen, ez egy érdekesség. Na szóval ugye a lényeg ugye az a hátsó körnek ugye fontos szerepe van, és akár ugye ha nem tudjuk betámadni itt a expanot, akkor akár be tudunk menni itt a mainre is, ahhoz a hátsó köret, és sokszor láttam ez nagy játékosok meccsén is, hogy ilyet megmernek csinálni. Na de viszont kíváncsiak az a pro merre fog menni, hiszen ez a map híres arról, hogy lehet rajta cheezelni. Bizonyám. És ennek a szónak ma még nagyon fontos szerepe lesz még. Eléggé fontos szerepe lesz, ha mondhatjuk így, ennek a cheese szónak. De azért senkit nem akarunk elkeseríteni, nagyon jó meccsek is vannak. Na, így van. Na de nézzük akkor, mi fog történni. Danonál ugye a tipikus terrányítás, ahogy szoktam, a standard terrányítás van. Nem különösebb Máténál is. Máté nyugodtan nyitja a szokásos dolgait, ugye letette szépen a kis Máténál gétfélt. Máténál is standard terrányítás? Nála nem standard terrányítás, hanem standard protosznyitás nevezik, de mondjuk akkor standard nyitásnak. Más, értem. Életes, akár. Itt vagy te nekem, hogy kihelyesbítsél engem, majd de nagyon jó lesz. Na és közben nagyon eléggé transzexuálja az a próba a szegény Damnónak az SCV-ét. Egy kis micro a próbbal, ide vissza is húzza, hogy látom. És Damno el is indul felfedezni. Egyébként ezen a mapon ajánlatos tényleg ugye a rifá, pontosan a barak elkészülése után felfedezni. Én megmondtam, hogy tényleg 4.30-ig nyugodt szívvel bent lehetünk a protosszak a bázisán, addig nem fog kijönni egy darab stalker sem. 4.30 és 5 perc között szokott kijön az első darab stalker, akkor érdemes nyúlcipőt húzni és hazavándorolni, hisz az azért el tudja kapni szépen ugye az SCV-nket. Damno itt közben eléggé nem használja a patrolt, ő shiftezni szokott. Egyébként ilyenkor szoktam mondani, és ezt is mondtam ott az OTS-címen, és használjuk a patrolt. Nem kell odafigyelni, nyugodtan patrolzunk körbe, olyan odakattintunk, mondjuk hármasra ráteszünk az SCV-t, volt vagy bármilyen hotkey-re, rákattintunk mondjuk hármasra vagy négyesre, bármelyikre, és akkor közben kattintunk és felfőzünk, és olyan körülbelül 4 perc, 37 perc szedének hazamúzunk a pro, vagy az SCV-nket, vagy akár mink van, ugye drónunk, vagy próbunk akár. Viszont nézzük ugye Máté mit csinál. Máté megint az a próbja egyébként vicces, hogy ott elkezd menetelni, és annak a waypointját én akarom nézni, hogy ezt hová tette. Ahogy látom, az hátra fog menni, hogy a kőhöz, ahogy mondtam, és ez nagyon fontos szerepe lesz. Oda is klikkelget folyamatosan, hogy nézem Máté a szemszögéből, és hátra teszi le szépen, jobb oldalra, hátul oda, high groundra, a kis feljáró rámpához teszi le majd egy pylont, és nem jaj, tudja, hogy emlékszem. Emlékszem erre, mi történt. Én itt elkezdtem mondani, hogy húj, mi lesz itt, nagy probléma lesz itt, és ilyen utána Máté mondta a meccs után, hogy nagyon-nagyon majdnem ki akarta cancelni azt a dolgot, ami majd itt le fog tevődni, de semmi poén nem szúrok el, majd meg fogjátok látni, mi fog letevődni. Damnónál pedig tipikusan nyitás van. Megy nyugodtan a factory is, ugye egy-egy egyezés, semmi különlegesség nincsen áll, és ami és érdekesség, a Stargate. Na igen, és itt akarta kikeszelni nagyon... Ja, mert olyan hangosan üvöltetted, hogy mégiscsak meghallották. Mégiscsak igen, mondták, hogy fúj ezt a mindenit. Hát szerencsére azt mondhatjuk, hogy Damno ezt nem hallotta meg, hisz akkor tudott volna ellene készülni. Viszont ami érdekesség, hogy a Stargate, és itt valószínűleg ugye Void Ray fog jönni, ez egyértelmű. Nem nagyon sokszor látok egyébként azt, hogy Phoenix-el szoktak nyitni Terran ellen, főleg ilyen közeli pozícióban. Ezt ellagán szoktam látni, ezt játszani ezt a poénocskát, hogy ledobnak egy Stargate-et. Void Ray erős. Erős és előre is támadnak, hogy a két oldalról támadják a unitokat. Igen, és itt jön az SCV, és deríti is fel. Így is van, felderítette szépen. Hát ez már csak Damnónak a tudását bizonyítja, hogy ügyesen körbederíti, viszont elkésve derítette fel sajnos szegény. Sajnos elkésve derítette fel, és már jön a Void Ray. Na most a Void Raynek egy nagy problémája volt, hogy ugye támogatás kell neki, és ami meg is fog itt térkezni közben, két darab Zealot és egy darab Stalker társaságába, és Damno elkövette azt az egy nagy hibát, amit pontosan el is kellett követnie, hisz Terran játékos, és a Void Ray eléggé sok marint ki kell ráncigálnia. Méghozzá az, hogy ott elől csak egy darab marin állott, elől egy darab bunkerbe, és senki nem javítja azt, és azt nyugodt szívvel le tudná verni, ahogy akarná. Na most a Void Ray-jeit próbált kicsit májkozni, nem akart hirtelen bemenni. Na most felvarpolódik itt a két darab Zealot, és most indulunk be, hisz most elkezdődik szépen, azt a vikinget ki kell szednie, az a Void Ray talán meg fog maradni, és a Sentry besegít, és a vége a Void Ray, pontosabban a vikingnek. Vikinget kellett volna kicsit májkozni. Viszont ami most történik, hogy bemegy a Mineral Line közepére,
Máté, és innentől kezdve nincs megállás, és jön a következő bolydé, jönnek Ronovusztól, és hátra kell vinni sajnos azokat a marinokat, hogy a bolydét ugye nyomás alatt tartsa. Kijött egy viking, na azzal a vikinge mit fog csinálni? A vikinge szépen megpróbál hátrahúzza, de mit csinálsz azzal a vikinge? Próbált hátrahúzni, használt ki, hogy 9-es a range-et, Damno! Majd túlélte. Damno bácsi túlélte, meg is javítja szépen, viszont az SCV bánják. Ugye itt kárt okoznak, és a marinokat kezdi szépen fókuszálni. Így is van ilyenkor Force Fieldnél, ne húzzuk hátra a marinokat, inkább lőjünk bele, azzal is legalább damage-et szórunk bele valamennyit. És a viking leesett, és az összes marin elesett most. Jön még egy marin kifelé, és innentől kezdve az a tank is elesik. És nincs kegyelem Máté részéről, nincs kegyelem, megérkezik az a harmadik voidé. Talán el fog esni az a pirosan izzó voidéjecske. Elesett, de azt a voidét mindjárt ki fogja fókuszálni. Damno, vigyázz arra a vikingre, de sajnos hát az igen. A legnagyobb baj egyébként, ha most itt megnézzük ezt a mérkőzést, itt az volt a legnagyobb probléma, itt most megint összefoglalom magatom így a meccseket, hisz úgyse nagyon most ez nem volt annyira hosszú. A nagy probléma ennél a meccsé ugye az volt, hogy a tipikusan egy-egy taktikára ment, nem fedezett fel, elkövette azt a hibát, itt ezen a mappon fontos, hogy fedezzük fel ezeket a helyeket, mert ez annyira jó cheesy táptalaj ez a map, hogy nincs erre szó konkrétan, hogy mennyire nagyon cheesy táptalaj. Itt akár két raxot is el tudunk rejteni, vagy ahogy tegnap egyébként streameltünk Fana ellen, Fana itt például nekem elrejtett tegnap 3 darab gateway-t, amit felfedeztem korán. Úgyhogy és ilyenkor ezt le kell reagálni gyorsan. Ezt le tudta volna úgy reagálni, hogy éppenséggel megfogja, egyrészt marinokat tesz, letesz mondjuk egy engineering bait, vagy egy bunkert ide a mineral line-nak közelébe, hisz tudja, hogy akár felfog, mert támogatás nélkül a void és semmit sem ér, ezáltal tudja, hogy felfog barpai útokat, így ne tehetett volna legalább egy darab barakot, csak ez későn fedezte fel Damnosaurus sajnos, és abba a hibába esett, hogy előre is akarta vinni a seregét, vagy vissza is, meg előre is, meg vissza is, meg előre is, meg vissza is, emiatt ebbe a nagy ingázásba összetört, és megtört teljesen a védelme. Egyébként Máté ezt pedig jól csinálta, jól fókuszálta, tudta, hogy előre is kell támadni, kétoldalas támadás kell ilyenkor, és innentől kezdve nincs megállás számára. Onnantól kezdve, hogy már bemegy, kétoldalasan betámadja, és összeesik neki úgymond az inkámja, előre kell húzni az SCV-ket, onnantól kezdve már nyert ugye van Máténak. Hisz ki tudja utána expandolni, és tudja azt, hogy legalább, ha már economy damage-et bevisz neki, akkor már megérte ez az egész támadás, és ez az egész csizita. Hát igen. Na hát, utólag is gratulálunk azért mindkét játékosnak. Damnónak pedig köszönjük, hogy eljött. Mindenki nagyon kíváncsi volt rá, hogy élőben hogy néz ki a mérges mosómedve, az Angry Raccoon. Ugyebár. Na, nézzük akkor, ugye most jön a következő mérkőzésünk, a majd második mérkőzésünk. Az információkat, NFT Purple versus Zsákos. Rodó. S az kicsi, az F az nagy. Fúha. És egy Taldair altar, ugye a map, ami ugye hát az egész első körre jellemző volt, hogy mindenki ezen a mappon kezdett, hisz ez volt kijelölve. Igen, kezdő map. Na és akkor töltsük be. Töltsük be, és ugye másik NF Team játékos játszott még hozzá, ugye Purple. Nem a nagy felfedezőtünkkel, Zsákos Rodóval, akit ugye a Mondok a Live Invitational-nek ugye a besoroló mérkőzésre ugye ugye a meghívás mellett ugye bele lehetett ugye jutni ezen ugye turnamenten. És hát ugye Zsákos Fodó volt az, aki jött, látott és győzött tipikus esete volt. Ugye a döntőben Fanával PvP-zett éppenséggel, és hát egyszerűen epikusan játszott a srác. Ugye ott is ugye megjelent, hát ő volt az, aki mondokon a megjelent, látott, leült, lecsicsült, jó meccseket játszott, eléggé keményen oda tette magát a srác, csak hát sajnos Purple erősebb, nem mondok még eredményt, de annyit árok, hogy hát sajnos Purple erősebbnek bizonyult. Tehát aki már sajnos ugye sokan megnézték a replayt, így nem tudom azt elmondani, nem tudom, az a baj, zsákba macskát nem akarok árulni, szóval nem mondom azt, hogy Zsákos Fodó nyert, mert tényleg sajnos el kell mondani azt, hogy Purple nyerte meg ezt a mérkőzést, de most nem ez a lényeg, hanem az, hogy hogyan nyerte meg, ez itt a kérdés, és Zsákos Fodó mit tett ezzel ellen, hogyan próbálta kivédeni. Na hát akkor kezdhetjük a mérkőzést, uram. Csak nézem, milyen hír jött ki már megint. Nézzed meg. Valami fun. Jól van, nem gond, aki. Aki érdekel, az úgy is néz minket, most nem fogom ezt emiatt előre rakni. Úgyis meg lesz vodva minden. Úgyhogy
Reméljük, hogy látszódik a... Csak biztos akarok lenni, hogy látszódik a... Score, oké. Okay. Jó van, akkor... Várj, nekem el kell indítani. Indíts el akkor, uram. Szóval egyébként mondok arra, visszatérve egy kis élménybeszámolót tartsak róla, egyébként tényleg nagyon jó volt, szóval a PC részeg, ugye a játék részeg iszonyat jó volt, szóval tényleg nagyon sok rajongó volt kint, sokan tekkeneztek, nagyon sokan Michael Jacksonoztak állandóan, ez a Beat It, meg a Billie Jean's Ment, ami megőrített például engem teljes mértékben, szóval amikor már hatodszorra hallja az ember a Beat It-et, meg a Billie Jean's, meg a Smooth Criminal-t, akkor már az embernek az agyvize felford, de mindegy. Egyébként érdekes volt, konkrétan nagyon sok minden volt. Animések részéről egy mekka volt nekik, hát ez egy anime mekka volt számukra. Hát bizony, láttunk egy-két érdekes alakot is. Láttunk egy-két érdekes alakot, szóval azt, azt az embert nem akarom kifejezni. Szóval akit láttunk, és ne, ne, magam, most nem már megint, a miért kellett eszembe jutni? A transzi csávót, a transzit a csávó, aki ott lazáskodott nekünk, azt én nem tudom kifejezni. Szóval voltak érdekes emberek, de egyébként nagyon jó kis lucikban voltak az emberek, szóval jó kis jelmezek, yeah. Szóval mindenki kitett magáért. Rászóltunk, de hogy nézzük, laza vagyok, bazd. Laza vagyok. Na jó, na kezdjük, 3, na, 2, 1, mehet. Hatásos hát akkor... sorokban láthatjuk NFT-n pörkült lila színekben terem faja, míg bal alsó sarokban zsákos Frodo-t, aki... Protoss. Aki bizony, igen, Protoss, méghozzá sárga, citromsárga színekkel, és aki az MCLI Open-en keresztül jutott be a versenyre. Uha, itt valami az elején történt, látom valamiért. Igen, volt egy PP. Igen, azt mondja, Pilgó hangomat nem kapcsoltam ki. Hangokat nem kapcsoltam ki, szar, béne, törödöröm. Ja, hát most itt leírták a dolgokat, valami probléma ja. volt. Ez megesett sajnos, ugye mivel 4 gép volt, cserégetni kellett az embereknek, ugye hát az első elődöntőkben, ugye a legjobb 4 közé jutáshoz, ugye még ott 8 ember volt, így cserélni kellett, egyszer volt egy csere, ugye le kell cserélni a játékosokat, a gépeknél, hisz csak 4 gép volt rendek és állva. Igen, és azt mindet én cseréltem le az összes hardware-t a RO 8 során. Mindegyik gépen 2-szer cseréltem, ha jól számoltam össze. Igen, és mindenkinek fel kell telepíteni ugye a perifériájához az egyéb szoftvereket, meg beállítgatni, meg akkor hogy a scroll, az egér, meg minden. Szóval ja. voltak azért problémák, de hát megoldottátok, szépen lekezeltétek a dolgot, úgyhogy csak nagy gratuláció a részletekről lesz. Hát már egy kis tapasztalat volt már tavalyról. Tavaly sokkal rosszabb gépek voltak, úgyhogy most minden... ment. Ezeken a gépeken, amiket most kaptunk, ultrán futott 60 FPS-en a játék, nem is szaggatott egyáltalán. Bár és gördüléken volt az egész lebonyolítás is, úgyhogy nekünk ezt mi csak örültünk ennek. Ezt mindig volt, akit tudtunk kasztolni. Na de térjünk vissza a mérkőzés, ami szerintem izgalmasabb. Ő megérkezett a pylonhoz, és csak nézi, most már hegeszti. Hegeszti, most már próbálja ütögetni, hát mondjuk konkrétan a shieldjét leveszi, nem okoz nagy problémát, hisz ugye a Protoss játékosok tudják ezt, és nagyon jól tudja minden Protoss játékos, hogy a shieldet le lehet venni, az visszatöltődik. Főleg ugye, amikor szokták mondani ugye ZBP-be, hogy belindulunk ugye Phoenix-el, bemegyünk ugye a Zerg bázisára, egy kicsit ugye szivatni mondjuk, fogalmazzuk így, kicsit csesztetni mondjuk. Ugye mindig mondják, hogy nyugodtan lemehet, hogy a Phoenix-nek a shieldje majd visszatöltődik, ugye mindig ez a tipikus ugye, lereagálás. Egyébként ez tényleg igaz. Ki kell használni? Lemegy a shield, visszatöltődik, ez egy jó dolog. A Protossnál ki kell használni, ugyanúgy Terennel ki kell azt használni, hogy lehet javítani az épületeket. Igen, és mindig vinni kell SCV-t, ha megsereg van, stb. Így van, fontos minden fajnál. Még hát TVT-ben is egyébként ajánlatos vinni. Mondjuk egy korai push csinálsz, és éppenség a tankokat akarsz javítani, akkor is érdemes vinni. Szóval ez tényleg egy jó korai dolog. Korai push vagy korai push. korai push-t akartam mondani, remélem azt mondtam. Korai. Na. Ami érdekes Purple-nél, ugye bunkerenyit és reaktoros, ezt Damnonál előbb láttuk Damnosaurus-nál, viszont ugye itt 2 darab refinery készült el, ami arra okot, hogy ugye ez egy bensizés akár lehet. Ha korán felfedezzük, ugye Terran dupla gázon van, miatt még letenni ugye a fektőt, 2 dologra törekedhetünk. Ugye vagy éppenséggel még egyébként attól függetlenül sokan nevetni fognak, amit mondok, de akár Reaper Rush-ra is lehet menni. A Reaper attól függetlenül, hogy kell hozzá egy fektőri a nitropekhez, jó, nagyon jó Protoss ellen az elején. Nem viccelek, tényleg nitropekkel, ott mindegy, hogy ott a stalker, az elején még csak 1 darab stalker jön ki. És ugye mivel látjuk zsákos fordulnál, itt 4G-t lesz, tipikál 4G-t, ez nagyon érdekes, hogy így 4G-t nyitott,
ugye ez kedvenc, mindenkinek a kedvenc ez a 4-2-4, ez a 4-2-4 azni fogok, az már annyira noob taktika, hogy 4-2-4, de tesz, szóval egyébként nem noob, annyira fogalmazok meg, hogy a 4-2-4 nem egy noob taktika. Ha valaki jól csinálja, az akkor standard, nem noob taktika. Mondjuk úgy. Mondjuk úgy, hogy standard, na hát, de a egyébként... A 3G-t robó helyett. A 3G-t robó egy kicsit szebb megoldás. Hát az a, azért jó, mert ekonomi ügyileg jobb, meg azért jobb, mert sok abból, mit tudom én, a 3G-tvé robónál ugye már alapból tudunk hozni egy high-tech ütöt, ugye az Immortált, ami ugye elég észre rendesen szedi ugye a Marauderti szarmol egy mitra sebez. Na most inkább nem az is az a lényeg, hanem az, hogy ugye itt a 4G-tvé esetében ugye látjuk, hogy ott egy bunker, lepakolt egy bunkert, és jön már a tank, és ugye eléggé nagyon marine heavy, ugye purple, viszont ez az egy bunkernek még nagyon nagy fontos szerepe lesz, főleg azért, hisz ezért mondtam egyébként, és ezért nem értettem, amikor az 1.33-as specsbe ugye úgymond nerfelték ugye visszakérésbe, ugye 75 minerált adnak, és már varkolódnak is be a proxy pylon dugás, ugye ez az, amit Pörtön nagyon sírt, hogy nem mondtad, hogy pylon dugást láthatunk, mert hát az az ő mondata. Na de nézzük akkor, ugye visszatérve egyébként azt akartam végül is mondani, hogy ezért kell letenni, és ezek miatt, a támadások miatt kell ugye letenni, és kell fontos a bunker, és nem ugye csak az Zergling, az Erkeleni bunker az sok SCV-t kihúzott véletlenül pörkül. Hát igen, ez eléggé érdekes megmozdulás volt részéről. Egyébként ilyenkor ajánlatosan tudjuk, hogy ilyenkor egy korai támadást látunk, és nagyon sok jutott. Ilyenkor nyugodtan menjünk el Bensire, felveszük ki a flókot, na 4G-tv van. Akkor nem kell megijedni. Igen, nyugodtan bemehetünk a cíbe, mert nincsen ugye robotics facility. Na de nézzük, itt indul a támadás, megérkeznek az autók, egy darab SCV-vel ripereli azt a bunkert. Elég érdekes, viszont a tankok nagyon csúnyán sebeznek ugyebár a zealotokra, úgyhogy nem kell megjelni, megint nagyon sok SCV-t kirántott, és a felét ott hagyja, a purple kicsit ott figyelhetne attól függetlenül rá, hogy kirántja az SCV-ket, hogy azért javítson is velük, mert most megjavította azt az egy darab SCV-t, ami riperelte a bunkert, azért az nem effektíven jó. És most nagyon sok stalker érkezik meg a bázisára, viszont a tankokat nem fókuszálja le, a tankokat kell, ilyenkor fontos, hogy a tankokat fókuszáljuk le, mert a marint utána olyan könnyűszerre le tudjuk lőni, hisz egyrészt, ha kocsabb a stalker, mint a marin, nagyobb a range-e is a stalkernek, mint a marinnak, úgyhogy innentől kezdve ez már egyszerű, hogy leverjük utána. Közben itt készül két darab bunker, kész a siege mód, és hát ilyenkor... Egy bunker és egy supply. Így van, hát a supply az azért kell, mert nagyon supply hiányba került. Purple akkor nem figyelt oda, de ugyanez igaz egyébként zsákosra is, hisz mindjárt megint supply-jába lesz. Viszont ami probléma a zsákos Frodo-nál... Purple abban is van, és még mindig nem rakott le pylon zsákos Frodo. Így van, mert az assimilátor az készül, azt nézem production-be, de nincs rá se. Egyébként Purple pedig az érdekes, hogy nagyon elkezdett megint nyújtokat, gyártokat, visszaszedi, ugye visszaszelvicseli ugye a bunket, ja. Szóval nem expandol. És emléktem, miért nem expandol, mert ilyenkor nyugodtan letelt az expandot. Ha már be van véve, tudja, hogy itt van egy révenje, ami le is tud dobni, már még nincs point defense, olyan mindjárt... Csak most készül Frodo-nak a pályalonja, ezt nagyon elnézte. Igen, egyrészt elnézte, másrészt pedig készen itt a point defense drone, purple részre, és nem értem, hogy miért van megijedve egyébként. Bár, ajaj. Purple megindulni látszik. Így van, meg is indul eléggé sok SCV-je, hogy az SCV az elén azért kell, hogy a kájtolgassa ugye az autókat, és azt tüssék, az autók inkább ugye a SCV tüssék, mint ugye bár az autót. Na most az a point defensor az egy picit elrontott volt, mert ezt letette fölöslegesen, na most a 100 energybe került, és semmit nem ért fel. Na most le fogja tenni a tankokat, de nem tudom, hogy minek, hisz azt hiszi, hogy ugye ott van egy expand, de nem látja, hogy nincs ott expand, úgyhogy inkább fel fog menni a mainjére. Megpróbálkozik felmenni a mainjére, de... Igen, na most ezt a hibát ne kövessük el. Low groundra letesszük oda nagyon szűken a tankokat, és a high groundról kb. Oda megy pár darab stalker, három oldalról megtámadja a seregedet, meghalsz konkrétan. Ilyet ne csináljunk tankokkal. Használjuk ki a 13-as range-es siege módba, és most szépen csinál zsákos tudó, két oldalas támadás van. Így van, a force field is gyönyörű, tankokkal igen, ilyenkor használjuk az atakokat. Ez nagy hiba, nagyon nagy hiba volt purple részéről. Force field-et letesszük. Ha már tudjuk, hogy úgyis bukni fogjuk a unitjainkat, legalább lőjük le pár unitot vele. Hát ne csináljunk ilyen butaságot, hogy nem lövünk le pár unitot. Tehát ez olyan dolog, hogy megfoghatná Purple, és azt mondja, hogy
Hát most úgyis olyan sok tankom van, küldjünk már egy át pár darabot. Annyira sok szuplájom van, lehet szegénynek nincs annyi, és akkor legalább így kiegyenlítődünk. És átküld pár darabot. Igen, Purple ugye? Viszont expelni fog. Hát ez helyes is, és ezt előbb is megtehette volna. Viszont elég érdekesen küldi haza a seregeit. Medivekben, igen, kicsit. Igen, egyrészt medivekben, másrészt nem is szállítottam volna kapni azért ezt a pylon talán. És jön egy Dark Templar, és még mindig egy bézen van Frodo egyébként. Nagyon-nagyon egy bézen van, nem akar kiexponálni, minden cheesy taktikát most már bevet. Pedig most már azért lehetne. Nagyon kéne expelnia, és nem még. Mindig nem expel, viszont pörp... Nagyon nincs kép. Össze csak nekem állt meg, nálam is megállt, azt mondja. Állítsd meg egy, akkor állítsd meg a rikőt. Mencsire ezt megtudjuk, 13.05-nél se hang. 13.11 nálam, oké, egy pill. Ó, beberetek egy picit. De van, nálam van kép, visszatért, azt mondják. Jó, szuper, akkor indíthatjuk. 3, 2... Jó, 3, 2, 1, mert. Mert, jó. Szóval ugye, amit előbb elkezdtem mondani, ugye eléggé későn ment ki az expand, másrészt pedig iszonyatosan kevés az SCV-je. És nem értem, hogy miért. Nem értem, hogy miért. Terránként tudja azt, hogy visszaverte a 4 gateway-t. Nem, ezt nem tudom felfogni. Pluszban még mindjárt előveti majd a Banshee-t is. Na, ezeket nem tudom felfogni Purple részéről. Most nem bántom, most senki ne vélje azt, hogy én ezt most Purple bántom. Csak ezt egy picit nem értem részéről, hogy ugye ő nem egy bézezett, ő alapból ment egy 1-1-1-esításra, aminek ugye az a lényege majd, hogy expandolni kell, legalább már 10. percig itt kell lenni az expandnak, és ez még mindig 11. percre nem valósult meg. Amikor visszavitte egyébként a sereget, simán letette volna előre a tankokat, semmi probléma nem lett volna. Most megy ki az expand, méghozzá oldalra fog kimenni, ami egy picit azért veszélyesnek mondható, hiszen erre rájön egyébként, ott lenézze ott, mondjuk Zsákosa úgy döntött volna, hogy oda kivisz egy patrolozni egy darab szállatot, akkor olyan nyugodtan szedte volna szét azt az expandot, és onnantól kezdve azt mondtam volna, hogy Zsákos ezt megnyeri ezt a meccset bőven, nyugodt szívvel. Igen, lehet, hogy Zsákos amúgy ezzel a próbbal, amivel megindult, lehet, hogy ő is egy sunyi expert akart volna, mert a pénze megint csak megvan rá. Megvan rá, és sőt még mindig egyébként próbokterén jobban áll. Viszont egy a probléma, hogy még mindig ő se expandolt ki, és nem értem nagyon, miért nem expandolt ki. Ez egy kicsit mókás részemről, hogy nem expandolok ki, és pont akkor fog egyébként a DT-ben megindulni, amikor meg lesz neki pontosan ugye a szkennere a pénze, illetve a Raven is már ott áll. Na mindegy. De viszont az a legnagyobb baj, hogy tényleg és egyébként... És a SCV-vel pörkül szépen körbe, táncikál, Zsákos... Hát ezt jól is teszi, sem. És nézi, hogy hová tudna expandolni, és megy oda fentre is az expand. Nagy hiba egyébként tényleg az Frodo-tól, hogy nem expandolt ki. Igen, és most amikor visszaverte azt a támadást, nyugodt szívvel kiexpandolhatott volna. Semmi problémája nem lett volna. Ja, itt van most a sunyi. Ott lesz fent ugye ott a sunyi ex. És nézzek, eléggé tele van nagyon sok zealott, ezzel bőven be tudta volna egyébként támadni. És én amondó vagyok, hogy nyugodt szívvel akár támadott volna. Most otthon ugye megtámadják, és ez nagy probléma, és ráviszi a próbokat, és a két darab stalker, ami fent van, nem csinál vele semmit. Visszamegy Frodo mindennel. Hát ezt jól is teszi, és közben a DT Dark Shrine-t próbálja lekapni Purple, de egyébként még mindig egyébként az a lenne a baj, ott áll bent egy darab SCV, amit simán előtte, és a másik nagy probléma egyébként, ami még mindig nem, az egy fenti expand, az a baj, hogy ez egy okosabb terem, beáll a szellagákhoz egy-egy darab marinnal, és ahogy átpömpölyög ott a próbsereg, onnantól kezdve ennek vége van ennek a meccsek, mert azt az expandon egy kiszúrja, Purple, és oda megy, meg fog halni. És sajnos az, ahogy látom, az a medivek, az éppensége felfelé tart, nyugodt szívvel. Igen. Elképzelhető. Hisz Purple is érzi, hogy itt valami sunyex van. És ő is el fog indulni. Egyébként ennyi zeotta, olyan nyugodt szívvel be tudna menni egyébként, arra sok marinra, meg a tankra. Főleg, ha kifejezteném meg a charge-ot is, jelten egy Twilight Council-t, és le is van, ugye lebont chart hülyeséget mondok, le is van téve, hogy a Twilight Council. És egy bézről nyomatja a Dark Shrine-t, a Templar Archives-ot, ugye mert a másik nézik meg a medivek fölülre a sunyi Frodo-nak. Purple nagyon szép játékot letolt eddig, tehát az, hogy ő is kiexpert, ráadásul elég jó helyre, és hogy most már a második XP-t tolja le naturalre. Büszkék vagyunk rá Purple-re, igen. Látjuk végre szépen expelni.
és a DT-k azok megérkeznek. Nem tudom, hogy viszont van szkenre energia és nem szkenre. Nem, az illatok azok. Nem jó képzel, egy DT az nem adja. Hát egy kicsi minimális. Egyébként megnézed, ugye fölül a 260-as inkámja van, minerál inkámja van, és most egy all-in fog következni részéről. Igen. Vagy átviszi a próbokat, inkább azt mondom, hogy átviszi a próbokat. Hát, igen, nagy probléma ez tényleg egyébként. Van esélye, de hát én már azt mondom, hogy nem sok, tehát így, hogy nincs koló, nincs immó, semmi. Szinte csak GV unitok. És ugye megy is majd oda, majd mindjárt ugye a drop is, megy a Banshee, elindul majd purple vele. Az a bajom, hogy ezt Frodo ott rontott el, hogy amikor ugye visszatámadott ugye, így és itt a próbok. Ajjaj, jött a próbok. Ugye itt azt rontott el konkrétan, hogy amikor visszament ugye a támadás, megkapta a támadást, visszaverte ugye ezeket a eléggé sok tankból és marinból álló sereget, visszavert és utána megállt, paf. És kész, és nem expandolt ki, nyugodtan kiexpandolhatott volna. Ezt nem tudom egy picit felfogni, ez... Igen, és most Pörkül tudja, hogy beszorította Frodo-t. Hát ez egyértelmű, perc, hát innentől kezdve Zsákos Frodo-nak semmi esélye nem volt arra visszahoz ezt a mérkőzést, ez már ilyen nyögbenyelős volt. Ezért ez a, tipikusan ez az 5 perc, hogyan nyögjünk, nyeljünk vissza magunkat valahogy a meccsbe, de ő is tudta, ő is érezte egyébként, biztos, hogy ez a meccs már elment, nem hozhatja vissza, hisz neki állandóan két oldalt van, pont cross positionben vannak a bézei, hát mire visszaérne, hogy a másik bézét megvédje egy nagyobb droptól, vagy egy mélységtől, addigra meghalna. Igen, körülbelül. És most érkezik a két Banshee plusz drop, meg még egy drop, ha jól látom, nem az... Az egy Banshee, az még ott van közben, nem érkezik más. Két Banshee meg a Marine Drop az érkezik. Érkezik vissza Frodo, hogy így ketté osztani a sereget. Hát az amiatt osztott, ez a személy osztott a szétlem, úgy kattintott és a AI úgy osztott. Igen, igen. És ugye a Templar Arc, ugye nem is a Templar Arc, szép feedback. Nagyon szép feedback. Bár én abban vagyok, hogy a Banshee-re kellett volna azt pazarolni azt a két feedbacket. Na mindegy. Az tény, hogy el fog veszni, ott szépen átalakítja ugye Dark Templar-ra, Arkonál ugye fogja átalakítani. És itt egy leveri ezt a sereget, de még mindig az egy nagy baj, inkább ügyileg nagyon rosszul áll, bár Purple is eldicsekedett magának, így inkább ügyileg, hogy 33 darab SCV-je van, 3 bézen, ez valami szörnyűnek mondható inkább. És hogy ugyanakkor a serege van, mint Zsákos Frodo-nak, úgyhogy ő 3 bézen van, szóval nem bántom, de azért ez egy kicsit meredek. Ugye két eléggé brutális játékosról beszélünk, ugye a Master League a topokról beszélünk. Igen, de Zsákos Frodo-nak legyen az a számlájára írva, hogy ugye neki az volt ugye a legnagyobb baj, hogy elrontotta ezt az expert-ös dolgot, és az expert is eléggé rossz erre van aktíve. És most a végső támadás talán el fog indulni, a tankokat előrehelyezte, és nem tudom, miért nem lő a marinokra. Hátrahúzta a marinokat, és nem lőnek a marinok. Hát ez eszus már. Átment a tankokon. Zelákkal, csak a zelákkal. Hát így van, de látsz, hogy hátul ott hagyta a marinokat, nem tudom, hogy miért. Ez egy kicsit VTF kategória volt, és a tankot meg nem fókuszálják ki Zsákoskodó. Problémó. Eléggé későn fókuszálják. Azt még megérzem, hogy a Rodónak nincs egy fejlesztése sem GV unitokra. Míg, hát Merinre van egy tárta, vagy egy pajzs fejlesztés. 26. perc, 24. perc az élene legalább egy 1x1-et azért kihozni. Nincs is forcsa Rodónak. Hát persze nincs, hát ugye egy bézet, és közben fent a Banshee, ott aprítja a dolgokat, és leív pár darab, de hát innentől kezdve ez már bukó volt számára, hisz tudta, hogy annyi bézen van kint, ő Purple, ezt nem tudja visszaverni. Főleg nullás hát, inkább, van a mélységet. Nem tud semmit Frodo, azt se látta még, hogy a Natural-re kiexpert a Purple. Komolyan nem fedezte azt sem, semmit. Hát de ezt érezte azért, ez most minden, most ez Purple is ugyanúgy éreztette, hogy... Ami épületet Frodo látott a játék folyamán Purple-től, az volt, amit a próbal derített a játék legelején. Ha megnézed a Vision. És hát most elindul Purple a mélyre, hát megfogja elindul az Arándok útjára, szépen szétdarálni Zsákos Frodo-nak mélyét. Már Frodo-nak nincs is számottevő. Serege, nincs semmi a Frodo-nak. Hát nincs. Az a számottevő serege, az 3 darab Stalker és 2 darab Zealot, az kész, ennyi. Meg a fenti
meg két darab high templára, meg egy darab fent, ugye még van azért serege, de amit ott volt, az egy semmit mondhatom sereg. Sok pénze van, nincs elég gateway-je, ez is hiba számára, még mindig abban a 4 gateway-ben él meg a 26. percbe. Hát a DT-t meg szépen kiszedi, szóval a Raven ott van, úgyhogy... Amondó vagyok, hogy ez eléggé ilyen nagyon kétoldalas meccs volt abból a részről, hogy Purple sem azért mutatta meg a fogafehérjét, hogy azért, hogy milyen szépen játszik, milyen szépen tud játszani. Azért legyen tisztában, ő is rosszul játszott, de meg... A szándéka fontos. A szándéka fontos, megnyerte valahogy ezt a mérkőzést. Igen. Az a baj, hogy majd itt mindjárt összefoglalom itt a mérkőzést, itt nagyjából itt az utolsó támadást nézhetjük. Hát, és itt a GG. Összefoglalok egyébként, az volt a nagy, mind a ketten annyira csomó dolgot tanultottak el. Valószínűleg ez az első meccsnek a felhevülése, hogy hú, basszus, az első mérkőzés, jaj, Istenem, nagy problémák vannak, meg mi egymás. Az volt egyébként a legnagyobb probléma mind a két részről, hogy egyrészt Purple nagyon elrontotta, ezt meg tudta volna nyerni már a 15. percben, és ezzel még nagyot mondok, hogy a 15. percet tudta volna megnyerni. Kivédünk egy 4 gateway-t, onnantól kezdve ki kell expelni kettőre, akár két expet is dobjunk, nem kell félni, meg kell megjelni, két expet ledobott volna, és ez már a 15. percben egy Marine Marauder sereggel, meg a tank, meg a Ravennel meg lett volna. Frodo viszont ott rontotta el, hogy ugye mivel kijött, előre támadt, megverte a Purple-nek a seregét, eléggé kevés serege maradt ugye Purple-nek, és nem expandolt ki utána, várt vagy minimum 4 percet, mire kiexpandolt. És azt nem értettem, hogy miért csinálta, mert ha úgy nézzük, hogy tényleg, hogyha visszavertünk egy sereget, egy alapadag sereget, ami mondjuk úgymond a main serege volt Purple-nek, ezt tudta, ő is a main serege volt, onnantól kezdve mi már előnyben vagyunk, visszafolytottuk azt a hátrányt, visszafolytottuk előnybe. Innentől kezdve már csak ki kell expen és high-tech unitokat hozni. Na most ezt teljes mértékben elrontotta, illetve Purple ott mondotta el, hogy nem felezte fel, hogy 4 gateway van, és innentől kezdve Banshee-re nyugodtan mehetett volna klókkal, ez később ment is, csak hát ez elkésve volt rendesen az a Banshee, ilyenkor nyugodtan mehetünk Banshee-re, mert ilyenkor nincs Robotics, amire kijön egy Robotics feszít, ez egy évszázadig, mert az összes próbját kiírtja. És már ott lesz a GG. Szóval ez két oldalasan volt elrontva. Amondó vagyok, hogy ez egy ilyen fából vaskarika meccs volt körülbelül. Ez a minden össze-vissza el volt kavarodva. És ez mind a két játékos részéről, talán ez a korai játék, hogy korán oda mentek, izgalom, sokan nézték őket, mögöttük álltak. Hát igen. Sajnos ez izgalom nyomás gyakorolt rájuk. Na mindegy, nézzük akkor a következő mérkőzés, ami ugye Szelnagán folytatott tovább ugye küzdelmeket. Igen, közben Dexik lesz, hogy jó a billentyűzetem. Jó, nagyon jó ez a szárktóza. Tetszik. Megérte. 2000 forintért. No, lássuk csak Szelnag a Caverns. Írom is át a... Jó, majd állítjuk. Na, oké, mehet is akkor 3, 2, 1, mehet. No. Itt vagy, Sky barátom? Itt vagyok én, na. Persze, itt vagyok, mester. Bal alsó sarokban NFT-n Purple-t láthatjuk lila színekben. Terre játékosként, míg jobb felső sarokban. Igen, megint kikapcsolta a hangot Purple. Egyébként ezt minden meccsen Purple szerintem mindenki beírta, kikapcsolta a hangon. Hát... Igen. És Ákos Frodo pedig jobb felső sarokban, citromsárga színű protoszként játszik, ez pedig a második meccs, BO3. Így van, és a Purple szahoz akkor ugye tovább is jutna. A Live Invitational második versenyén, ami egyébként egy pénzdíjazású verseny volt, a fődíj 30.000 forint. Az összdíjazás 50.000 volt, a második helyzet kapott 15.000-et, a harmadik helyzet pedig 5.000 forintot. És majd a Ró 4-re hamarosan átugrunk, és akkor majd láthatjuk, hogy azért az első 4 az milyen klánból volt, és hogy mennyire jól jártak a fiúk. Na, ugye visszatérve, ugye miközben itt Darcy elmondta a közérdekű információkat számotokra, hogy ki mit nyert, és milyen élményben volt része. Egyébként tényleg érdemes eljönni. Egyébként a következő rendezvény, ami lesz, az jól tudom, a Budapest Game Show. Lesz az is. Azt viszont nem tudom, hogy most tavaly mikor volt Budapest Game Show. Az a július körül.
Nem nyáron volt. Nem nyáron, akkor össze volt valamikor? Szerintem. Akkor olyan október körül volt szerintem. Mindegy, igazából egyikről se tudjuk, tehát most a Mondókon őszről sem, és a Budapest Game Showról sem tudjuk, hogy mikor lesz pontosan, de nagy valószínűséggel elmondhatom, hogy ott is kint leszünk mi, és csinálunk valami StarCraftos móka perceket, a Mondókonon természetesen versenyt, a Budapest Game Show pedig hát ott igazából mindig úgy volt eddig, hogy mindenki nyerhet valamit. Mindenkinek van esélye arra, hogy nyerjen valami kis ajándéktárgyat. Tavaly olyan volt, hogy Beat the Pro, egy profit kellett legyőznöd, de pörgethettél szerencsekereken, hogy hány százalék handicappel induljon. Ma megkívjuk Geót, és meg lehet nyerni őt. Ő lesz a fődíj. Aki megveri el, haza lehet vinni egy napra. Tanítást mindent vállal. Mi elintézzük. Jaj, készül a Second Gateway. Készülődik, hát ezt foghatjuk el, hogy ezt tegnap fanánál is láttuk, ez tipikus protoszítás. Ezután ugye akár expelhetünk is nyugodt szívvel, ugye ez egy tipikus ekonomis nyitásnak tekinthető. Amit érdekesség, hogy még nincs ugye másik gázlepéve. És ott a Reaper, amit mondtam. Akit sokan úgy tartják, hogy ez egy nagyon-nagyon nem használt unit, nagyon ilyen elhanyagolt unitnak tekintik, de a Reaper az még mindig él, és van, és nézd, már ő egy expert örpül. Atya, azt a mindenit, hát ezzel meg vagyok döbbenve. Na hát most, nézd minket, akkor mindjárt be fog szólni, hogy ő mindig szokott. Ő mindig szokott. Na, lényeg visszatérve, ugye early expan, ugye egybézes ugye expelés van, vagy egybézes hülyeséget mondok, egy raxos expelés van. Hát ez Terránál tipikus protosz ellen. Ez azért megy korai early exp, ugye, hogy ugye tényleg mindenképpen unitot gyűjtsünk, és egy korai ilyen 9-10 perces támadással beverjük ugye a protosznak a seregét, amikor általában talán egy darab koló ki szokott jönni, de a 9 perc körül támad... ment fel az Reaper. Igen, az fájdalmas, de nem halt meg. Most már ott is van a Stalker, úgyhogy... Az a Hero Reaper az azért túlél, tehát ugye a Reaper itt az szándékozta jelezni, hogy ugye felfedezésnek jönni, illetve pár drap. Ha jól csinál egyébként, akár 5 próbot le tudsz szedni. Egyébként ezt mindig jelentős szokott lenni, hogy egyszerűen tényleg, ameddig az emberek lekezelik a Reaper jelenlétét, talán most, hogy bementi. Most meg lesz. Így csak nagyon szépen ráküldte a próbokat. Így van, ezt jól csinálta. Na, most futhat. De most miért nem micrózik? Ataka. Egy. Egy, megvolt. Egy, talán a kettő megvan. Kettő, azért kettő megvolt. Na, legyünk őszintén. A gáz számozta vissza, pénzügyileg mondjuk visszahozta 100 millát. 5 tiszteket pörgess bele. 5 tiszteket bele pörgettek. Készül az Engineering Bay. Pörpülnél. Készül az Engineering Bay. 640-nél vagyok, azt szerintem tökéletes. Ja, tökéletes. És super. Egy Inker is minden. Na most már lassan vihetnék ki ezt a PC-t. És mit csinál? Halljaj, egy proxy pilot. A proxy pilot egyébként jól csinálta, kiexpelt. Nagyon szépen. Erről beszéltem egyébként, ugye ez a két GTV-es támadás, ez ugye ekonomis, illetve támadós is. Hisz nyugodtan betámadhatja. De azt szólt el egy picit egyébként így zsákosfodó, hogy nem nézte meg, ugye látta, hogy marauderek vannak, innentől kezdve nem szabad bemenni ennyi unittal. Főleg úgy, hogy látta, hogy bunker is van. Ezt helyezzük meg, ilyenkor nem szabad ilyeneket csinálni. Ajaj, viszont adja el! Nem ment be. Nem ment még be, na most nézzük, hát jó, ha bemenne véletlenül, és most... Ajajaj! Ajajaj, purple, mit csinálsz? A szép force field eszedi a sereget, és az a marauder is meghalt. De funkcionál a bunker. Jól funkcionál, az ott fent a szép enop lelőtt azt a egy darab próbot. Tökéletesen jó, egy darab expass fent épülget. Be van biztosítva a zsákosfordó arra, hogy ugye a purple nem tud expelni, most megpróbálna, ezt nem szabad csinálni felmenni. Vagy ilyenkor menjünk át a mélyre. Menjünk át, szép forszék, az az elott táncol, nem tudom, hogy mit csinál, az simítja, csiszolja, én rájöttem, csiszolja ott a force fieldet. Érzem én, azon csiszolgatta ott a force fieldet. És eléggé sok SCV-t ott elveszített. Hú, de nagyon sok SCV-t veszít folyamatosan el. Viszont itt ki kéne fókuszálni, ezt akár meg is nyerhetné Zsákos Prodó. Nézzük, folyamatosan táncoltatja a Purple-nek a seregét. Vissza gondolás volt. És eléggé sok SCV-t kint tart.
De nem történik semmi, és most épül a Robotics Facility, jön az Observer, nem tudom minek jön az Observer, egyébként látta fent a missile töltet, remélem jó küldi majd el az Observert, ha az nagy hiba, hogyha az Observert beleküldjük oda a missile turretbe. Na nézzük, ugye? Hát ha minden igaz, szintén, ugye... látta a missile turretet, tudja, hogy látta a missile turretet, így van. Viszont ami ugye nagy hiba Zsákos Frodo része, az tökéletes, hogy ott tartja folyamatosan, hogy nagyon azt érzem nála, hogy ez a tipikus, hogy most itt 4 gateway ugye robóban, az egy nagyobb baj, hogy sokszor kerül supply hiányba egyébként, most az előbb most ezt megoldotta, meg tényleg az a legnagyobb baj, hogy szép egy beszöltött a pörpülön, meg az a legnagyobb probléma, hogy ki kéne támadnia. De nem mer, meg ilyeneket bevállal, hogy betámad előre, és most így 2 zálotja meg is halt. És én ezt nem értem, hogy miért kell 2 zálotot megöletni. Mert most ezt mínusz 200 minerál, ez nem éri meg. Kész, ez nem éri meg ezt csinálni. Másrészt meg, hogy az egész main seregét előre tartja, hátul otthon pedig nincs olyan serege. Jó, tudom, hogy le tud varpolni. Most ez bárki mondhatja, hogy le tud varpolni sereget. Otthonra tud valami unitot hozni, de te gyerekek akkor is. Szóval ez egy eléggé brutális dolog, hogy előre tartjuk az egész sereget. Mert otthon bármikor jöhet egy drop, mert akár megfoghatja Purple, és azt mondja, hogy egy bézezik, basszus kulcs, megfog, droppolok két oldalon, fent meg ugye, meg leteszi a két darab bunkert, és be van védve, mert az SCV-k meg kiriptelelik azt az... És akkor mehet haza a sárkosfordó, és nézheti, hogy mire hazaér, leszették a Nexus-át, megy fentre a drop közben, ott is szedegeti a dolgokat, és kész, és utána meg csodálkozik rajta, hogy kikapott. Szóval most nem bántom sárkosfordót, ez csak egy ilyen alapjába véve, szóval erre ügyeljünk, hogy otthon is azért legyen valami seregünk. Ez hisz... mi volt? Radarozott? Mi volt? Hogy kapta le az Observer? Igen, radarozott, egy scan dobott oda. Jó, és az a Marauder meg fog halni. Purple az a Microsoftot volna, azért 125 HP-ja van, és ugye a próbok keményen 5-öt sebeznek, azért valamit csinálott volna, és végre kitöri ugye, itt közben Purple nagyon itt lent elfelejtettem, nézi, szépen gyönyörű. Kitört, és ez szépen leszedi, szépen igen, leszedi a szalagsereg. A Steam a Force Field-eket, Robin. Osszerre, az rögtön rámpa, az ilyenkor rámpa lépek állni. Így van, hát de még mindig így is egyébként inkább előnybe, hanem mondhatjuk Zsákos Frodo dupla annyival áll, szóval neki ilyenkor azt mondhatjuk, hogy neki problémája most nincsen, ő most tökéletesen jól áll. Igen. Egyébként Purple most el fog indulni, és nézzek, Purple-nek fele annyi harvestere van, vagyis ugye fele annyi építője, kevesebb minerál termel, fele annyi gáz termel, fele annyi minerál termel. Én is meg szoktam járni, igaz, hogy a Silver Ligában, de meg szoktam járni, hogy ott kempelek a bázisa előtt, és egyszer csak lejön, és pont akkor nem figyelek oda egy pillanatra, és kész, és bever. Egy terem, nem nagyon vigyázni kell, lejön, mert előtartod a sereget, és hátul nem figyelsz. És közben nagyobb támadás elindul itt. Ú, te sákos fodok, szeregetik, és szépen kifogsz, nagyon szép. Jajjaj. Igen, erről beszéltem neked, és ott mindegy, látod, ez egy Marauder-re kiúszta az összes darab próbját, hogy nehogy leszedegesse, és kész, ennyi volt, és abban a pillanatban Purple le is indult támadni, mert tudta, hogy hátul koncentrál. Igen. Hátra koncentrál, kész, ennyi, és ezért mondom, hogy otthon is kell tartani a sereget. Két oldalba kell tartani. Egy idő után már nagyon kockázatos ott tartani One Base előtt egy sereget. Mert az halálra van ütélve, hogyha kitar egy Steam Pack sem. Persze, meg onnantól kezdve legyünk tisztában azzal, hogy neki nagyon fontos az, közben itt egy támadás, azt a Steam Packet lehet nem kellett volna elnyomni, mert az fölösleges volt, viszont szépen micrózik. Szereget mindent, és az a kolosszus el fog esni. Az a szegény kolosszus. Elesett. Pont elesett. Elesett. És innentől kezdve Frodo-nak össze kell gyűjteni a sereget és támadni. Ennyit tudok mondani ilyenkor. Nem szabad visszatenni. Vagy ilyenkor visszateszi a Nexus-át, és reménykedik, hogy nem kapja a támadást, vagy reménykedik. De egyébként, halálkom olyan mondom, még Purple alá is játszik egyébként Frodo-nak, mert kevés harvestre van, kevés inkább, fel annyi inkább van, mindig így is. Pont mondani akartam, hogy fordult a kocka, de hát mégsem, még mindig Zsákos Frodo-nál van az idézőjeles előny. Persze. Szóval egyszerűen nem tudom azt mondani, hogy Purple előnybe van, mert Purple egyszerűen nincs előnybe. Másrészt pedig az a legnagyobb problémája, hogy nem tud unitot gyártani, mert nincs pénze, mert egyszerűen az is a legviccesebb dolog, hogy a 15. percben még 27 darab SCV-je van, meg 28... Ez is ki... Nem bántom, de tényleg, erre ügyeljen már, ezt tényleg neki meg is fogom neki majd mondani, hogy erre ügyeljen tényleg. Attól függetlenül, hogy kisebb Master League-es játékos vagyok, én meg fogom neki mondani, hogy ügyeljen erre, mert tényleg ez nagy hiba. Nagy hiba, nem gyárt és csodálkozik, hogy nem tud egységet, nem hoz egységeket, mert kevés unitja van. Mert tényleg, mert nézek Zsákos Frodónak neki,
most jó, hogy most kevesebb az inkább termelése, de nézd meg, neki folyamatosan van pénze, jó, itt folyamatosan megvan az a 200-300 minerál. Ő még így is próbálja az inkámot kompenzálni, hogy ugye, hogy is hívják ezt, hogy messziről szed. Így van, tökéletesen csinálja ezt. Erre is egy kifejezés, egy szakszavunk. Biztosan van, valaki nem majd megfelelődik. Fel, aztán még nem vagyok. Tapon és pörkül megérkezett. Jött egy eléggé érdekes... Júj, ez a kolosszusz! Ájj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 j
pörkül, megfogja és nem viszi hátrafelé, nem kezdi hátratántolat, és ott a G Frodo részéről. Na most megint erről a meccs is elmondható az, ami az előző meccs is Frodo részéről, az, hogy elrontotta megint egy helyen. Egy helyen rontotta el. És ez az egy helyen elrontása, ez konkrétan a seregébe és az expand és a Nexusába került. Ha nem arra koncentrál tényleg, hogy ott orra is levarpa legalább, ilyenkor nem kell arra gondolni, hogy mit tudom, hogy 20 darab stalkert hagyjunk otthon. Levarpunk 4 darab stalkert, bőven olyan pozíció helyekre, ahová tudjuk, hogy érkezhetnek arra a részre érkezett drop, olyan choke pointokra lepakoljuk a stalkereket, mondjuk 3-3-at, onnantól kezdve úgyis vissza fogja húzni a medíveket, mert nem fog vele letáncolni és letenni a dolgokat. Na most látod, ez az egy darab marauder oda betámadott, megtámadta, elkezdte cseszegetni a próbókat, és nem volt otthon semmi, nem tudott levarpolni, mert nem volt ideje levarpolni, és innentől kezdve elterelte a figyelmét, ebben a pillanatban a Purple meglátta, mert okos volt, és meglátta, hogy ezzel foglalkozik. Igen, bár a Marauder dropot nem mutattam, azt hiszem. De azt mindenki látta, hogy Purple megindul, és nem figyel oda Frodo-t, azért nem figyelt oda. Úgyhogy tényleg ez egy nagy probléma volt Purple részéről, vagyis Frodo részéről, tényleg, hogy erre oda kellett volna koncentrálni. Purple pedig teljes mértékben tényleg ott rontja folyamatosan a meccsét, és ez már nem az első meccs, és a másik meccsében látjuk ezt, hogy egyszerűen állandóan beül egy base-re, legyárt 28-zal a beszélt, és kész, és utána megállt. És ezt a Geo elleni meccsében is eljátszott, és ott is megmondtuk neki, ott is mondtuk, és kihangsúlyoztuk, hogy tényleg ez nagy hibája, hogy nem gyárt SCV-ket, és nem, nincs inkámja, nem termelődik a pénz, nem termelődik ez, meg ez, nem tud hozni újtokat, és utána szegény nem mondhatom azt, hogy csodálkozik, mert nem írja be azt, hogy WTF, hogy ilyen OPS valami, nem, mert ő is tisztában van ezzel. Csak ezen kéne neki javítani, és tökéletesen jól játszani. Egyébként megvan hozzá iszonyatosan tehetséges játékos, senki nem mondta azt, hogy nem tehetséges játékos. Szimplán azzal van a probléma, hogy ez az ekonomizással van neki nagyon nagy problémája. Frodo-nak arra meg, hogy egyrészt izgult, másrészt pedig szerte szétszólt volt a srác, szóval egy helyen tartott a bizet, és tudta úgy is, hogy Purple egybézezik, és ki fogja tolni valamikor azt a seregét. És ő addig fogja szedni a seregét Purple, annyi unitot fog összekapni, hogy volt mindegy, hogy oda leteszi a force field-ot a rámpa, azt be fogja tolni azt is. Igen, én közben visszaförgettem megint ezt a csatát, tehát az, hogy megy szépen lefel a koló, gondol egyet, és így belemegy a marauderekbe, tehát... Igen, vannak itt problémák egyébként mind a két játékos részéről. Másrészt pedig ezt a kolót, hogy belevitte, ez is egy hiba volt, ezt fogadjuk azt, hogy ez a waypontnak, ugye, amit most mutatsz is, ugye ez a waypontnak a hibája, rossz helyre tette le a waypontot, emiatt volt ez. Jó helyre tette, ment rendesen, ő szedte, ő húzta le a kolót. Ő húzta ki seregre, hogy ő majd támadja, csak misklikkelt szerintem. Nyomott egy attack move-ot, egyszer belelőtt, és véletlen utána jobb klikkelt, és lelépett a peremről. Az volt a veszte. De még így is föllátott oda Purple-t, nem is szabadott volna oda mennie, külön a seregtől. A Purple olyan kritikus ponton állt, hogyha a két kolót azt valahogy megmenti, és úgy felezi el a seregét Purple-nek, mivel ő pont ott áll, akkor lehet, hogy meg lett volna. Tehát ez a csata, ez tényleg eléggé döntő volt. Na, de akkor nyomassuk tovább. Nem tudom, szerintem csináljuk azt, mint ilyen, legyen ilyen nagyon, én amondó voltam, és azt mondtam neked, én azt beszéltük meg, hogy legyen ilyen TSR, szóval következő fordulóban lejátsszuk a negyed döntőket, a két pecsét, és utána pedig majd a döntőt. Akkor a döntő az egy napra esett, és az egy nap már az bólytös azért. Ugyebár. Aha. Jó, tehát akkor már ez a Raw 8-ból a fele, sajnos nem nincs meg az összes replay. A másik gépen maradt sajnos. Igen. Ottani gépeken maradt. Szóval akkor mikor legyen akkor majd péntek, mondjuk? Akár
Holnap péntek, is és akkor lehetne egyébként. Holnap én az a baj nem leszek, el kell mennem nekem este, és az a baj, hogy ez jó lenne egy este 8-kor, mert mindenki akkor ráér. Pénteken akkor? Legyen pénteken. Pénteken legyen, és a másik pedig utána a döntő pedig szombaton vagy vasárnapra rátesszük, és akkor azt is így 8-ra. Várunk mindenkit szeretettel, hát természetesen. Még le tudjuk adni amúgy a harmadik helyért is. Azt is akár le tudjuk adni, azt meg akkor szombaton és akkor vasárnap leadjuk, és akkor minden nap, és akkor... Egy nap alatt le tudjuk adni azért a döntőt, meg a szertet. Jó, van, adjuk le akkor azt csináljuk. Akkor ugye pénteken majd akkor jövünk a Ró 4-jel, és utána akkor majd szombaton jövünk a legjobbakkal, a legjobb 3, a legjobb 4-jel. Péntek este 8. Péntek este 8, maradjunk a 8, az tökéletesen. Maradjunk annyiban, hogy majd ki fogom hírezni a pontos időpontot. Nekem osztálytalálkozóm lesz pénteken, úgyhogy ki lesz minden hírezve még a holnapi nap folyamán. Addig megegyezek majd Sky-jal erről. Addig is mindenkinek szép jó éjszakát kívánok, és véleményeket várunk a chatre. Pedig feltöltjük majd az MSCL-nak a YouTube channeljébe. Így van. Úgyhogy tényleg köszönöm szépen. Mindenkinek jó éjszakát kívánok, és tényleg véleményeket várunk nyugodtan, és írjátok meg a véleményet a közvetítéssel kapcsolatban, úgyhogy sziasztok, és további szép estét kívánok nektek. Sziasztok!